Kézműves foglalkozás a Baranyai Erzsébeten. A gyerekek német hagyományőrző táborban vesznek részt a településen. Pályázatot adott be a helyi önkormányzat, és nyertek, és így tudtuk megvalósítani. Nagy részt pályázatból, kisebb részt a Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozásával jött létre. És az a célunk, hogy a gyerekek élvezetesen, játékosan olyan információkat kapjanak, vagy olyan tudáshoz jussanak, ami a gyökereikhez vezeti vissza őket, és emellett egy kis kézügyességfejlesztésről is legyen szó, tehát játszva tanuljanak gyakorlatilag. Minden napra szerveznek olyan foglalkozást, ami kapcsolódik a német nemzetiségi hagyományokhoz, szokásokhoz. Hétfőn például a környékbeli települések pacskereinek a mintáit hímeztük. Kedden egy német nyelvű üdvözlőtáblát festettünk, szerdán Óbányán voltunk megnézni szintén a helyi német gyűjteményt, ami egyébként nagyon szép. Ma szőnek, és holnap pedig svábbát fogunk tartani. Délutánonként táncot tanultak, és akkor ezt holnap úgy eltáncolgatjuk, meg szól a zene, és jól érezzük magunkat. Ez a táborzárás. Idén 13 gyerek vett részt ezen a héten a táborban Erzsébeten. A település vezetője beszélt a baranyai falu sváb kötődéséről. Mária Terézia idején telepítettek ide a török dúlás után németeket, mondja a polgármester. Jelenleg nemzetiségi önkormányzatot működtetnek a németek Erzsébeten. A településünkön ugye működik a nagy önkormányzat, székhelytelepülés vagyunk, amire nagyon büszkék vagyunk, és működik a Német Nemzetiségi Önkormányzat is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó az együttműködés a nagy és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között. Nagyon jó a kapcsolatunk a vezetőivel, mint a úgymond a képviselőtestületi tagokkal. A gyermektábor csak az egyik esemény, amit a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervez a településen. Idén más programok is lesznek pályázati forrásból. Elszármazottak találkozója szintén. Ugye tudjuk, hogy a II. Világháború után ebből a faluból is telepítettek ki svábokat, és a falunapunk is erre épül egy picit. Elszármazottak találkozója is falunap egybe, valamint a búcsú, ami november 19-én szoktunk tartani. Ugye templomunk védőszentje Árpádházi Szent Erzsébet is ennek kapcsán. Az idei évben szintén a Német Nemzetiségi Önkormányzat által elnyert ilyen sváb húvós zenekarok, most nem kell 50-ben, meg 60-ban, 2-3 ilyen környékbeli sváb húvós zenekar találkozóját fogjuk megszervezni az idei évben a Művődési Házban. Erzsébeten 2022-ben a lakosság 11,9%-a vallotta magát németnek. A településen mintegy 260-an élnek. 1710-től Püspök Szent Erzsébetnek nevezték a települést, utalva a föld korábbi birtokosára. Jelenlegi nevét 1949-ben kapta meg.